Üdvözlök minden kedves érdeklődőt! A Gyerekegyetem 2021-es előadásai közül egyet fogok bemutatni, amely a kémiáról fog szólni. Jelen lehetőségeik szerint ezt online tudjuk megtenni. Én Rapi Zsolt vagyok, a Műszaki Egyetem Szerves Kémia és Technológia tanszékén dolgozom, és hoztam néhány kísérletet, amelyeknek a témája döntően a színek lesznek. Az első kísérlet mindjárt arról szól, hogy a szín az függ a környezettől, hiszen a színlátás azt befolyásolja, hogy milyen környezetben is vagyunk. Elég arra gondolni, hogy este a sötét szobában csak árnyakat látunk, színeket nem, nappal a világosban pedig sokkal színgazdagabb a világunk. Itt van egy fehéres, kristályos anyag, itt pedig majdnem egy liter desztillált víz ebben a lombikban. Alapvetően semmilyen különösebb színt nem látunk elsőre. Segítségül hívok egy mágneses keverőt a kevertetésben, így hatékonyabb lesz a bemutató. És ugye az történik, hogy ez a körülbelül színtelen por és a teljesen színtelen desztillált víz találkozásából keletkezik egy világos kék oldat. Megváltozott ennek az anyagnak a környezete, azáltal, hogy vízzel került érintkezésbe, kék színt látunk. Ez az anyag előbb-utóbb feloldódik, nem fogom megvárni a teljes feloldódást, hanem azt csinálom, hogy elfelezem ezt az oldatot. És ismét a környezet változására fogunk hagyatkozni. Az egyik esetben azt csinálom, hogy teszek hozzá egy kis nátriumhidroxidot, ennek hatására megváltozik az oldatnak a színe. Ugye más kék árnyalatú oldatot látunk, illetve most már nem oldat, mert a keletkezett anyag vízben nem oldódik, ez a részhidroxid, ez csapadék. Ugye kiindulási állapot világos kék, most jelenleg a végállapotunk az sötét kék, megváltoztattam az anyagnak a környezetét, megváltozott az oldatnak a színe, amit érzékelünk. Hogyha egy újabb színtelen anyagot adok hozzá, ez nem más, mint konyhasó, akkor egyelőre változást nem fogunk nagyon tapasztalni. Továbbra is ilyen kékes színű marad az oldat. Viszont, hogyha most adom hozzá a nátriumhidroxidot, akkor az előző állapothoz képest egy újabb színt fogunk tapasztalni. Hogyha jól dolgozom, ha nem jól dolgozom, akkor ugyanoda jutunk. Ez a kísérletes tudományoknál elég gyakran előfordul, hogy ha nem jól befolyásoljuk a környezetet, akkor bizony nem azt az eredményt kapjuk, amit vártunk. Ugye most egy sokkal sötétebb kék oldatot látunk, ugye itt megint a környezet befolyásolja azt, hogy milyen színt látunk. A kamerában nem biztos, hogy jól látszik, ennek zöldes árnyalata is van, és hogyha még több konyhasót adnék hozzá, akkor el lehet tolni egészen ilyen réz patina színig az oldatot. Megváltoztattam a két anyagnak a környezetét, megváltozott a színük. Ezt a kísérletet elteszem. És ismét egy környezeti változás, amely színváltozással jár, és a hétköznapokban is tapasztalható, az indikátoroknak a működése. Az indikátorok olyan anyagok, amelyek igen kis mennyiségben is képesek erőteljes színváltozást vagy színezést okozni. Mind a két lombikban desztillált víz található. Egy néhány csepp indikátort teszek az egyik oldatba, a másik oldatba pedig teszek néhány szemcsét, csak hogy érzékeltessem a mennyiségeket. Mind a két anyag
indikátoranyag, azaz a környezetnek valamilyen változására, a szín megváltoztatásával reagál. A jobb oldali oldat az szép ibolyani színű lett, a másik pedig színtelen. Itt a kiindulási anyag is ilyen ibolya színű, tehát itt nem történt semmi különös változás. Viszont, hogyha megváltoztatom a víznek a pH-ját, ugye ami természetes állapotában 7-es, akkor a két indikátor az reagálni fog, méghozzá színváltozással. A baloldali oldathoz nátriumhidroxidot teszek, és ennek hatására ibolya színű lesz az oldat, azt mutatja, hogy a környezete megváltozott, és lúgos közegben ennek az anyagnak ilyen ibolya színe van. Ez a változás megfordítható, hogyha most az oldatot megsavanyítom, a pH-t visszaállítom 7-esre vagy annál kisebb pH-ra, akkor ez az ibolya szín, ez el fog tűnni. Az anyag az így reagál a környezetének a változására. A másik esetben ezt az ibolya szint is meg tudjuk változtatni. Ebben az esetben sósavat fogok önteni az oldathoz. A sósav hatására ez az ibolya szín ez meg fog változni. Először ilyen sötétkék árnyalatot vesz föl, hogyha ezt tovább folytatom. Akkor világosodik a szín. Töménységtől függően el lehet érni azt, hogy egészen sárgás színe lesz az oldatnak. Most már zöldesnek látszik, legalábbis közelről. Most már biztosan zöld, most már messzebbről is zöldnek látszik. Az ibolyától elértünk a zöldig. Ezt lehet egészen addig folytatni, amíg ilyen zöldes-sárga, majd egészen sárga nem lesz az oldat. Az egészen sárgát már nem minden esetben lehet elérni egyszerűen, ahhoz töményebb oldatokra van szükség. Most a kezdeti ibolyás színű oldatból két színátmeneten keresztül már egy zöldet sikerült varázsolni, és mindez csak azzal, hogy megváltozott a környezete az adott anyagnak. Itt a színtelent ezt megint vissza lehet állítani. A színtelen az most jelen előadás tekintetében is általában unalmas, meg a kémiában sem a fehér vagy színtelen oldatok azok, amelyek vonzani szokták az embereket, hanem a színesek, és itt a környezet változására reagál két anyag, és azért mondtam, hogy ezt a hétköznapban is lehet tapasztalni, amikor valaki teát készít, és szereti a citromos teát, amikor hozzáadjuk a citromlevet a teához, akkor azért lesz világosabb a színe, mert a teában lévő anyagok közül néhány a környezet változására így reagál, megváltozik az anyagnak a színe, és ezáltal egy sötétebb oldatból egy világosabbat is kaphatunk. De a gyümölcsök vagy zöldségeknek a leve, például a céklalé is használható arra, hogy egy savas oldatot kimutassunk, ott is világosabb lesz a színe, hogyha a cékla oldat savval érintkezik. No, ezt a kísérletet is kiteszem a képből. Visszahozom az előző kettőt is, egy hosszabb idő után, az egyik az konyhasó nélkül, a másik konyhasóval, csak ez befolyásolta a színváltozást, hogy tettem-e bele konyhasót vagy sem. Egy újabb színváltozásos kísérlet. Ismét indikátort hozok hozzá. Van egy színtelen oldat, amely lúgos kémhatású, és glükózt tettem bele, szőlőcukorként is ismeretes, és ebbe fogok tenni egy újabb indikátort. Ez nem más, mint a metilénkék, ebből nagyon kevés elegendő lesz hozzá,
hogy lássuk azt a színváltozást. Nagyon szép kékszínű oldatot kapunk. Az indikátor maga egyébként egy sötét por, tehát itt a környezet az megint befolyásolja a színlátást. Ugye a sötét por az ilyen zöldes színű, és hogyha ez híg oldatba kerül, akkor kék színt látunk belőle, és most jelen esetben ez a kék szín, ez innen már látszik, hogy mi fog történni, ez el fog tűnni az oldatból, ehhez szükséges a lúgos közeg, és szükséges hozzá a glükóz. Itt egy olyan reakció játszódik le, amely során az indikátornak a színe eltűnik. Ugye a glükóz az egy redukáló cukor, és a redox reakcióban egy színtelen oldatot fogunk kapni. Erre van némi időtartam, amit várakozni kell, tehát nem azonnal fog megtörténni ez a színváltozás. Ugye még szép sötét kék az oldat, és hogyha ezt hagyjuk állni, ezt félre lehet ide tenni, akkor ez a szín, ez meg fog változni és eltűnik. Közben csinálok egy kis helyet, és hozok egy másik kísérletet, amíg erre várakozunk. Ahogy említettem, kísérletek esetén előfordulhat az, hogy nem történik meg elsőre az, amit szeretnénk, vagy nem úgy történik meg, amit szeretnénk. Ennek megint a környezet lehet az oka, akármennyire felkészültek is vagyunk. Vannak olyan események, amelyeket nem tudunk befolyásolni, ilyen ugye a páratartalom, legalábbis itt a nagyobb légtérben, és például ez is befolyással lehet arra, hogy megtörténik ez a változás. Itt ez még mindig szép kék színű, azért még kicsit keverek rajta, és aztán itt hagyjuk állni. Ehhez viszont szükségebb lesz egy nagyobb edényre is. Itt ennél a kísérletnél, ebben az edényben kálium permanganátnak a híg oldata van. Ugye ez egy oxidálószer, változó vegyértékű fém van benne a mangán. A mangánnak 7-es az oxidációs foka ebben, és hogyha oxidációba lép, akkor ő maga redukálódik, és egészen mangán 2-ig elérhet az oxidációs száma. Hogyha van mit oxidálni, akkor ezt az oxidációs lépcsősort, a mangán 7-ből mangán 2 keletkezik, ezt végig lehet követni. Ebben megint glükózoldat van, vagy szőlőcukor, illetve lúgos közeg. Lúgos közegben a permanganát képes oxidálni a glükózt viszonylag lassan. Ez a kezdeti ibolya szín, ez mindjárt zöldessé alakul. A mangán 7-ből lesz mangán 6, aztán 5-4, és szépen tovább folytatódik. Most egy ilyen halvány zöld után majd elérkezünk a sárgás színig. Most már az én szemem sárgát lát. Ugye a színlátás befolyásolja a genetika, tehát előfordulhat az, hogy valaki bizonyos árnyalatokat nem jól lát. Ez azért van, mert a szemünkben lévő receptorok egyénenként máshogy működhetnek. Én tudom magamról, hogy a türkiz bizonyos árnyalatait nem tudom megkülönböztetni, tehát vagy kék, vagy zöld. Itt jelen esetben azért ennél drasztikusabb változások is vannak. Az előbb ilyen sárgás oldatunk volt, most ilyen narancsos, és közben érdemes megfigyelni a másik kísérletet, ami kék volt az előbb, most már színtelen. Ugye ez nem varázslat, ez mind tapasztalat, és nem valami mágikus dolog működik a háttérben, nem kis lidércek vannak az oldatban, amik ezt elvégzik, hogy ez azért hangzott el, mert ez az egyik varázsszó, a lidérc, amit majd várunk az előadás végén. Ha még keverek rajta, akkor valószínűleg
már változás nem nagyon történik. Az ibolya színű oldatból elértünk ebbe a sárga színű oldatba, ahogy a mangánnak az oxidációja, illetve a mangán oxidálta a glükózt, úgy megváltozott a színe. Most visszatérünk erre, ami eredetileg kék volt. És közben csináltam egy kis helyet. Akkor azt mondom, hogy most működjenek a lidércek. És a lidércek működnek, és ismét sötétkék lett az oldat. Ezzel régebben akár pénzt is lehetett keresni. Ilyen bűvész trükkökkel azt mondták, hogy biztos csodatévő az ember, pedig nem kellett hozzá más tudni, hogy ez egy megfordítható reakció. A glükóz az egy redukáló cukor, ami redukálja a metilénkéket, és ezáltal elveszti a színét, viszont hogyha egy kis levegőt keverünk vele, akkor az képes visszaoxidálni, és visszaáll a metilénkéknek az eredeti színe. És ezt addig lehet játszani, amíg van glükóz az oldatban, amíg elvégzi a metilénkéknek az elszíntelenítését. Most meg lehet nézni, ez megint elveszti szépen a színét, csak ezt kell megvárni, hogy először veszítse el a színét. Most én úgy látom, hogy ez egy színtelen oldat. Megint azt mondom, hogy jöjjön a varázslat. Bekeverem a levegőt. Ezért szükséges intenzíven kevertetni az oldatot, és már látszik, hogy ismét sötétkék az oldat. És ezzel még el lehet játszani egy darabig. Hozok ismét egy színváltós kísérletet. Ez a keverőt ismét igénybe fogom venni. Ez egy olyan reakció, aminél ismét színváltozás fog megtörténni. Három színtelen oldatból indulunk ki, tehát minden lombikban színtelen oldat van. Ezeket szépen összeöntöm. Lesz belőlük egy nagy oldat. És aztán először sárga, aztán kék oldat. Most akkor sárga ez az oldat, vagy kék ez az oldat? Ez időnként színtelen, időnként sárga, és időnként kék ez az oldat. Ismét sárga, kék, aztán elkezd színtelenedni, ismét sárga lesz. Ez egy úgynevezett oszcilláló reakció, amely két végállapot között fog változni, a sötét, illetve a sötétkék, illetve a sárgás oldat között. Lényegében két folyamat van, amelyek egymást gátolják, és amikor az egyik tudja gátolni a másikat, akkor az a domináns, amikor a másik tudja, akkor pedig a másik a domináns. Ezt úgy lehetne érzékeltetni, hogyha van egy hely, ahol sok saláta nő, akkor előbb-utóbb megjelennek a nyulak, megeszik a salátát, van táplálék, elszaporodnak a nyulak, megjelennek a rókák, megeszik a nyulakat. És akkor ugye így változik szépen sorban, hogyha először csak saláta van, nyúl nélkül sok saláta lesz, megjelennek a nyulak, kevés saláta, sok nyúl, aztán megjelenik a róka, akkor kevés lesz a nyúl, ismét nőhet a saláta. És ez addig változik, amíg a rendszer ki nem merül. Ez megint egy redox reakció, amikor redukció és oxidáció is játszódik egyszerre, és a szín változik, hol sötétkék, hol pedig világos sárga az oldat, és elég éles az átmenet, azért mindig lehet érzékelni, hogy most lesz a váltás, hogy most lesz egy sárga oldat, és egész élesen átvált sötétbe. Ez most nem a kamerának a hibája, hogy világos és kék világos és sötét szín váltakozik, hanem így néz ki maga a reakció. Ezt
elég sokáig kutatták, és körülbelül egy ilyen 100 éve, 150 éve ismeretesek ilyen reakciók, amelyek stabilan tudnak oszcillálni, és két állapot között váltakoznak, legalábbis a színre nézve. Közben itt ugye a metilénkék és a glükóz reakciója elszíntelenedett, és hogyha keverek be még levegőt, akkor megint lehet vissza lehet varázsolni a metilénkéknek a sötétkék színét. És ez itt körülbelül egy ilyen 10 percig működik az oszcilláló reakció, addig lehet követni a színváltozást. Ezt ide félre fogom tenni, ezt az oszcillációt. Ez így váltakozik, közben hozok egy újabb kísérletet. Ebbe a mérőhengerbe hidrogénperoxidot fogok tölteni. A hidrogénperoxid az egy erős oxidálószer, viszonylag stabil, nagyon lassan bomlik vízre és oxigénre. Ezt a bomlást fel lehet erősíteni megfelelő anyagoknak a hozzáadásával. Erre káliumjodidot fogok használni. Ugye nagyon sok gáz képződik, akkor lehet belőle habot is csinálni. És ez a hab pedig alkalmas arra, hogy kitöltsön nagyobb térfogatot is. És a szín pedig úgy kerül képbe, hogy hoztam egy újabb anyagot, ami önmagában egy vöröses színű por, és ebből így viszonylag keveset teszek az oldatba, akkor kapunk egy ilyen sárgás-zöld oldatot. Ha még többet teszek bele, akkor a szín az sötétebb lesz. Mondjából elértem azt a töménységet, amit szerettem volna. Ilyen sötét narancsos oldatunk van. És hogyha ehhez adunk egy kis habképzőt, némi mosogatószert fogok hozzáadni, és utána ezt elkeverem. Közben itt bőszen váltakozik a világos és a sötét szín. Hozzáadom a káliumjodidot, ez fogja katalizálni a hidrogénperoxidnak a bomlását. Akkor kapunk egy adag habot. Ami ugye egészen addig, amíg gáz fejlődik, addig hab lesz belőle, és ilyen szép narancsos habja van. Ezt a kísérletet elefánt fogkrémnek is szokták hívni, mert olyan, mintha egy valamilyen nagyobb élőlény számára gyártanánk fogkrémet, és a tubusból nyomnánk ki. Most a színezésen annyira nem látszik, de mindjárt visszahozom ezt az anyagot, és felhasználom ezt a most már színtelen metilénkék oldatot. Ennél fog látszódni. A hab egyébként nagyon meleg, tehát nem érdemes hozzányúlni. A vizet elforralta az oxigén bomlása során keletkező hő. És hogyha ebből csak egy keveset teszek bele, akkor fog látszódni, ennek az anyagnak, ami sötétpiros, ilyen színű az oldata. És az nem azért van, mert maga az anyag zöld lenne, hanem azért, mert fellép egy olyan jelenség, amit úgy hívunk, hogy fluoreszencia. És a fluoreszencia az lényegében arról szól, hogy az anyagnak van egy természetes színe, ami
azáltal van, hogy megvilágítjuk, és milyen szín érkezik róla a szemünkbe. Viszont, hogyha hígabban vizsgáljuk, akkor itt már látszik a fluoreszencia jelensége. Ebben az esetben hígoldatnál dominánsá válik nem a saját színe, hanem a fluoreszenciás szín. Ez pedig úgy jön létre, hogy a megvilágító fény hatására az anyag gerjesztődik, és más színű fényt fog kibocsátani. Tehát azt a fényt, amivel megvilágítjuk, az részben vagy teljesen elnyeli, és egy más színű fényt fog kibocsátani. Ugye jelen esetben fehér színű fénnyel világítjuk meg, ebből kiválasztja azt, amelyik számára szükséges, és vagyis gerjeszthető vele, és utána zöld színt fogunk látni, ilyen színű fotonok jutnak a szemünkbe. Most itt a habnál nem látszik, mert ez a narancssárgás szín egy picit elnyomja. Következőkben át fogunk térni a sötétben végzett kísérletekre, hiszen a szín az sötétben is megjelenhet. Ugye nem kell hozzá természetes fény, hogy lássuk a színeket, lehet valami a fényforrásunk is, ugye a napon, illetve a világító berendezéseken kívül. Ezt elviszem innen, ezt a szép fogkrémet. És áttérünk egy kicsit sötétebb körülményekre, ezt az oszcilláló reakciót is most már elteszem innen. És a fluoreszencia mellett van egy másik jelenség, amivel találkozhatunk hétköznapokban is. Fluoreszens anyaggal viszonylag kevéssel találkozunk, viszont van a párja, a foszforeszencia, ami hasonlít ehhez, és a hétköznapokban megtalálható dolgokkal kapcsolatos. Például a sötétben világító dolgok, mondjuk a kisgyerekes szülőknél a sötétben világító cumi nagyon jó dolog, mert hogyha a gyerek éjszaka elhagyja, akkor könnyebb megtalálni azáltal, hogy világít. Ennek a lényege az, hogy ha megvilágítjuk az anyagot valamilyen fényforrással, akkor más színű fényt fog kibocsátani, viszont ezt nagyon lassan teszi meg, tehát olyan, mintha feltöltenénk a fénnyel, amivel megvilágítjuk, és utána ezt szép lassan adja le. Az egyik ilyen régóta ismert anyag, ez a cinkszulfid, ami itt összességében egy sárga por ebben az edényben, nem látszik belőle semmi, viszont hogyha megvilágítom, hosszabb, rövidebb ideig, akkor, ahol megvilágítottam, ott zöldes fénnyel történik meg a foszforeszencia. Még hogyha világítok rajta egy kicsit, akkor nagyobb felületen történik meg a fénykibocsátás. Itt úgynevezett tiltott átmenettel dolgozik ez a jelenség, amikor foszfor eszencia van, a bejövő fény az egy olyan nagyobb energiájú állapotba gerjeszti az anyagot, amiből nem tud ugyanazon az úton visszatérni a nem gerjesztett állapotba, ezért más úton kell ezt a többlet energiát leadni, és ez lassabban történik meg. Itt vannak hasonló anyagok, amelyek ezt tudják, ez egy szervetlen anyag, a cinkszulfid, ennek is egy bizonyos módosulata. Itt van előttem négy zacskóban sárgás árnyalatú por. Hogyha ezeket megvilágítom, akkor itt látszik, hogy ez viszonylag enyhén sárgás. Ha elveszem a fényforrást, akkor ez narancssárgán, illetve ilyen világos sárgán fog foszforeszkálni. Ugye a világított cumikból is többféle van, van amelyik kéken, van amelyik zölden, hasonló módon történik meg a szín leadása, kialakítása. Különböző anyagoknál különböző színeket lehet elérni, ez például ugye a zöldes
foszforeszenciát mutat bevilágítás után. A viszonylag rövid idei erőteljes hatásra már látszik a foszforeszencia. Remélem ez mindenkinek jól látható, nem csak nekem. Ez zöldesen világít. Ez ilyen narancssárgás por, ami előttem van. Hogyha ezt megvilágítom, akkor ennek ilyen világos piros fénye van, és látszik, ahol nem világítottam meg, ott továbbra is sötét. Ez ilyen pirosos árnyalatú, inkább narancsnak tűnik, bár piros van ráírva. És akkor van még egy, azt is, hogyha megvilágítom, ez ilyen zöldes árnyalatú. Itt maga zöldes lesz a por fluoreszenciája. Bocsánat, foszforeszencia. Így. Ezek a foszforeszkáló anyagok segíthetnek a különböző dolgok megtalálásában éjszaka. Ugye itt még mindig az volt a fénynek a forrása, hogy valamilyen külső forrásból nyertünk fotonokat, de természetesen ugye úgy is elérhetjük, hogy valami világítson, valami színes, fényes legyen, hogy oxidáció történik, ennek ugye a legegyszerűbb formája az égés. És ha elégetünk valamit, annak is különböző színe lehet. Például különböző szerves folyadékok különböző képpen égnek. Itt az egyik vegyület, amit meg fogok gyújtani, így a legegyszerűbb fénykibocsátásra késztetni az anyagot, az a toluol, a másik az pedig a metanol, itt már benne van az edényben. Hogyha ezeket meggyújtom egymás mellett, akkor lehet látni a különbséget, hogy más anyagok máshogy égnek. Égni. A toluol és a metanol egymás mellett. A toluolnak sárgás kormozó lángja van, a metanolnak pedig kék lángja van. Ugye sokkal kevésbé intenzíven ég a metanol, mint a toluol. Jól füstöl is, ennek kormozó lángja van, úgyhogy a toluolt le is takarom. Remélem látszott a különbség. A metanolnak pedig ilyen nagyon szép kék lángja van. Ezt a kék lángot, ezt meg lehet változtatni, többféleképpen is. Az egyik lehetőség az, hogy zöldre festjük ezt a lángot. Egy kicsit teszek bele, hogy jobban látszódjon. Itt egymás mellé teszem a metanolt és a másik metanolt, ez még mindig kék. Ez pedig, hogyha meggyújtom, akkor zöld lángja van. Ennek az az oka, hogy ebbe tettem bortartalmú vegyületet, és az a bortartalmú vegyület, ez a lángot zöldre színezi. Így ki is lehet mutatni a bortartalmú anyagokat, hogyha metanollal savas közegben találkoznak, akkor képződhet belőlük az az anyag, a trimetil borát, ami zöldre festi a lángot az eredeti kék helyett. Ezt most szépen letakarom. És akkor még egy változás, hogyha remélem sikerülni fog, mert ez a kísérlet nem szokott engem szeretni. A metanolhoz tettem egy kevés lítium tartalmú oldatot. A lítium, hogyha a lángba jut, akkor a lángot megfesti. Ez a lángfestés jelensége, és látszik is. A kék helyett ilyen nagyon szép bíbor lángja van. Ez a lítium jelenlétére utal. És ugye az eredeti kék láng helyett egy zöldet is, illetve egy
ilyen téglavöröset is sikerült előállítani. Ezt fel szokták használni, a lítiumos kísérletet, a tűzijátékoknak a lángfestésére. A lítium nagyon élénk pirosra színezi a lángot, és hogyha ez tűzijátékba belekerül, akkor a tűzijátéknak a színe is ilyen szép pirosas lesz. A zöldet azt nem nagyon szokták használni, mert ez csak kimutatásra jó, ez tűzijátékban nem alkalmazható, más vegyületeket szoktak használni ilyen célra. És ezeket eloltam. Ezek jó melegek, úgyhogy egyelőre itt maradnak. Itt az égést azt ki lehet váltani úgy is, hogyha nem gyújtogatunk, hanem kémiai reakciót végzünk. Itt kétfélét is hoztam. Az egyiket összerakom, és kíváncsi vagyok, mikor indul el, mert ennek idő kell. A kémiai reakció az kálium permanganát és glicerin között fog lejátszódni. A kálium permanganát az egy ibolya színű por, egy erős oxidálószer, és hogyha van mit oxidálni, például szerves anyagot, akkor azt fogja is, és hogyha ez az oxidáció elég heves, akkor fény kíséri. Az már csak egy ráadás, hogy a kálium az egy lángfestő vegyület, és ibolya színűre festheti a lángot, és hogyha sikerül, akkor egy olyan égést fogunk látni, amely során a láng az ibolya színű. Erre várni kell általában valamennyi időt, van egy kis felfutási ideje. És hogyha ez eltelik, ez a felfutási idő, akkor ezt követően, ennyi is volt a felfutási idő. Itt az ibolya színű láng, nagyon heves égés játszódik le. A glicerin az egy könnyen oxidálható szerves vegyület, a kálium permanganát pedig tudja oxidálni, és egy elég heves reakció játszódik le. Ibolya színű láng kíséretében égel a glicerin. Hogyha hidegebb van, akkor ez a reakció lassabban indul be, és akkor lehet így időzített tűzgyújtásra használni. Összeöntjük a két anyagot, ott hagyjuk, és csak néhány perc elteltével történik meg az anyagoknak a begyulladása, illetve befolyásolható a felülettel is, minél finomabban porított a kálium permanganát, annál hamarabb képes oxidálni a glicerint, vagy egyéb szerves anyagot. A glicerin azért jó, mert sűrű, és viszonylag lassan folyik be a kristályok közé, és így azt érhetjük el, hogy ez az reakció ez egy picit időzített, tehát nem azonnal indul meg az oxidáció és az égés, hanem némi idő elteltével. Nekem is volt időm arra, hogy a glicerines üveget elhúzzam. Ami visszamarad, az valamilyen mangán vegyület, és ami keletkezett, az pedig ugye széndioxid és víz, ezzel ég el a glicerin. Mi azt láttuk az előbb, hogy mennyire erőteljes oxidálószer a kálium permanganát. És ha a kálium permanganátot kénsavval keverjük össze, akkor továbbra is erőteljes oxidálószer lesz, viszont a kénsavban létrejön egy nagyon instabil vegyület, ez a mangán heptoxid. Hogyha a kálium permanganátban a káliumot kicserélünk hidrogénre, az a sav, és ebből tud vizet elvonni, két ilyen mangánsavból képes egy molekula vizet elvonni a kénsav, és egy zöld, instabil vegyületet kapunk, ez egy olaj, ami rendkívül szeretne más oxidációs állapotba kerülni. Az előbb láttuk, hogy a permanganát hetes oxidációs fokból szépen át tud alakulni, kettessé színváltozás történik. Most az egyik lehetőség, hogy ezt a mangán heptoxidot valamilyen folyékony szerves anyaggal reagáltatjuk.
Ez nagyon intenzív találkozás lesz. Ez egyetlen csepp metanol volt. Ilyen hevesen képes szerves anyagokkal reagálni. Remélem, hogy van még annyi energia a mangelheptoxidban, hogy ide teszek egy darab vattát, akkor azt is pillanatok alatt felgyújtja. Az instabil vegyület, ez nagyon erőteljes oxidálószer, tisztán nem is lehet előállítani, így kénysavban létezik, és hát addig létezik, amíg nincsen neki reakció partnere, és különböző színű láng és fényjelenségek mellett képes oxidálni a szerves anyagokat. Én ezt itt egy kis desztillált vízzel elbontom, hogy további problémát ne okozzon a mangelheptoxid. Van egy kis hígítási hő, emiatt ilyen ibolya színű gőz, illetve füst fog távozni. És ugye most olyan fényjelenséget láttunk, ahol nem kellett a levegő az égéshez, hanem a reakció szolgáltatta a reakciónak a fényét. Lehet olyat is kiváltani, amikor a reakció közege az nem alkalmas arra, hogy maga a reakció végbe menjen elsőre, viszont hogyha segítünk nekik találkozni, akkor egy elég intenzív folyamatot fogunk látni. Ez is egy redox reakció. Amit fogok csinálni, az az, hogy cinkport öntöttem ebbe a kis tálkába. A cinkport összekeverem ammónium nitráttal. Ez a redox reakció, ez elsőre nem akar lejátszódni, mert nincsen közös találkozási felület, ahol végbe menjen. Mind a kettő szilárd anyag, és a kristályrácsból nem tudnak kiszabadulni ahhoz, hogy reagáljanak egymással. Viszont, hogyha megjelenik egy közvetítő közeg, ez lesz a víz, víz hozzáadására, ez a reakció szépen elindul. És hogyha minden jól megy, akkor itt is fényjelenség mellett még színeket is fogunk látni. Ez leggyakrabban zöldes színű ez a reakció. Most meglátjuk, hogy ezt a környezetet hogyan szereti. Egy kis idő kell, amíg összekeverem. Ezeket nem érdemes összekeverni száraz állapotban sem. Véletlenül a levegő nedvességének a hatására, hogyha elindul, akkor az éppen pakolgató emberkét meglepetés éri, és én sem szerettem volna ilyen meglepetésben részesülni. Remélem, hogy elég homogén elegyet sikerült létrehoznom, azaz össze tudtam keverni viszonylag egyenletesen a cinket és az ammónium nitrátot. Ha ezt ide teszem, ezeket a már alig meleg edényeket pedig félreteszem, akkor egy néhány csepp víz hozzáadására ez a reakció elindulhat. Ne roncsom el, nem így adom hozzá a desztillált vizet, mert ezt rendszeresen meg szoktam tenni. Ezt egyébként inverse termitnek szokták hívni ezt a reakciót, hasonlít a termit reakcióhoz, és azért szokták inverse-nek nevezni, mert jég hozzáérintésére is elindul, elegendő víz van a felületén, hogy a cink és a ammónium nitrát találkozzon. Most megnézzük, hogy elég vizet adtam-e hozzá. Kicsit hátrébb állok, igen, elég vizet adtam hozzá. Igen, most is ilyen zöldes lángja volt. És egy izzó hamut kapunk vissza. Cinksó keletkezett, az a szilárd anyag, és ugye az ammónium nitrátból pedig nitrogén, az az, amelyik szétfújta a reakciót mindenfelé itt az asztalon. Fényt, illetve szint nem csak akkor láthatunk, amikor
ilyen redox reakció történik, hanem akkor is láthatunk, hogyha egy anyagnak a bomlása következik be. Vannak olyan anyagok, amelyek, amikor keletkeznek, nem stabilak, és ideig, óráig léteznek, és amint lehetőségünk van, átalakulnak valamilyen stabilabb állapotú vegyületté. Ebben a kristályosított csészében sósav oldat található, és ebben a kémcsőben magnézium-szilicid készült korábban. A magnézium-szilicidből, hogyha savas vízbe tesszük, akkor szilán fejlődik, egy szilíciumot 4 hidrogén vesz körül, és ez rendkívül instabil, azonnal elbomlik a levegőn, homok képződik lényegében, meg víz, és ez a jelenség, ez olyan heves, olyan intenzív, hogy fény jelenséggel jár. Nagyon hasonlít arra, amit a mocsaraknál lehet felfedezni, ott a foszfin hasonló anyag, amit ugye lidércfénynek is neveznek, és itt ismét elhangzott a varázsszó, a lidérc, amit majd be kell küldeni a megfelelő helyre az előadás végén. És ugyanilyen lidércfényt képes a szilán is produkálni, ezt hogyha itt beleszórom, akkor azonnal el fog bomlani, és fény- és hangjelenség kíséretében történik ez meg. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ezt a fényt ezt kapcsoljuk ki. Köszönöm szépen, és akkor szórok egy kis magnézium-szilicidot az edénybe. És itt is van a lidérc fényünk. Ennyire intenzív a keletkező szilánnak a bomlása. Hogyha adok hozzá még egy adagot, akkor lehet látni, ahol képződik és elhagyja a vizet, a képződő gáz, a szilán az egy gáz, ami vízben nem nagyon jól oldódik, utána a levegőn spontán elbomlik, és lesz belőle szilícium-dioxid és víz. Hogyha egy kicsit piszkálom, akkor még intenzívebb a bomlás, és ez nagyon sokáig fog itt pukkangatni a háttérben. Még egy adagot beleszórok. Nagyon nagy mennyiségnél már előfordulhat az, hogy kisebb robbanás következik be, és az egész oldatot szétveti a felszabaduló hő, illetve gáz. Ezt így oldalra eltolom. És akkor hozok egy olyan kísérletet, ahol megint a kémiai reakció lesz a fénynek a forrása, viszont itt nem égés következik be, hanem gerjesztett állapotú köztes termék jön létre, és ez a gerjesztett állapotú köztes termék úgy stabilizálódik, hogy fényt bocsát ki, méghozzá viszonylag intenzív kék fényt fog kibocsátani. Ehhez hozok két színtelen oldatot, illetve egy nagyobb edényt. És itt semmi más nem kell csinálni, csak a két oldatot összeönteni. Az elv az lényegében ugyanaz, mint amit a világító rudaknál lehet tapasztalni a hétköznapokban, aki horgászik, vagy mondjuk valami rendezvényen kapott már ilyen világító rudat, vagy saját maga szerezte be, azt tudhatja, hogyha megtöri a világító rudat, akkor lényegében az történik, hogy két folyadék fog egymással érintkezni, és ott keletkezik egy olyan gerjesztett állapot, aminek az a végeredménye, hogy a gerjesztett állapot stabilizálódása során fény hagyja el a rudat, és emiatt lehet a világító rudakat horgászatra használni éjszaka, nincsen még zavaró fénye, de látjuk, hogy hol van, illetve a éjszakai rendezvényen lehet látni, hogy hol vannak az emberek.
És igazából annyit fogok csinálni, hogy ezt a két szintelen oldatot összeöntöm. Az egyik tartalmazza az oxidálószert, ez is egy redox reakció, a másik az, amelyik a gerjesztett állapotú részecske vagy molekula létrejöttéért felelős, és fénykibocsátás történik, méghozzá kék fénnyel fogjuk a fénykibocsátást látni. És amíg van oxidálószer, illetve van redukálható anyag, addig ez az intenzív kék fénylés ez megmarad. Ez nem tart túl sokáig, ez 1-2 perc alatt lecseng. Most már lehet látni, hogy halványodik, és a kék felfénylés az abba is marad. Azáltal, hogyha sűrítjük ezeket az oldatokat, mint ahogy a világító rudakban is teszik, olyan, mintha a kocsonyás oldatot tennének bele, lassabban érintkezik egymással a két anyag, tovább tart ez a felfénylés. És a két színtelen oldatból kaptunk egy ilyen sárgás oldatot végeredményben, ami a végére egészen feketévé válik, de ilyenkor már nincsen fénykibocsátása. Ez a luminol nevű anyag volt, amit nagyon gyakran használnak erre a kísérletre. Vannak más típusú vegyületek is, amelyekkel hasonló hatást lehet elérni. És akkor hoztam ismét, már majdnem zárásképpen egy kísérletet, ami fényjelenséggel jár, méghozzá elég intenzívvel. Ehhez annyit kell tennem, hogy egy nagyon erős oxidálószert olvadék állapotba kell hozni. Ehhez némi türelemre lesz szükség, meg egy kis gázlángra. Na. Így mi? Ebben a kémcsőben káliumklorát van, ez lesz az oxidálószer, ezt meg lehet olvasztani, és amikor folyadék állapotban van, akkor ez az oxidálószer bármilyen szerves anyagot, amivel érintkezésbe lép, az képes oxidálni. Itt az áldozatunk, amit oxidálni fogok, illetve a káliumklorát, az egy gumimaci lesz. Ezt a gumimacit fogom feláldozni a látványos kémia oltárán, azért, hogy szép fény jelenség jöjjön létre. És már az olvadék kialakult, most már csak annyit kell megtenni, hogy a káliumklorát szeret kristályvizet megkötni, ettől a kristályvíztől részlegesen meg kellene szabadulni. El kell belőle forralni egy kevés vizet, mert ez szokta zavarni a reakciót. Amíg így füstölög a kémcső, addig van benne. Közben a szilárd rendületlenül dolgozik. Hamarosan kitisztul az oldat, az alján már tiszta káliumklorát olvadékunk van. És egyre kevesebb víz van a rendszerben. Jó, én ezt most elzárom, és akkor idehozom az áldozatunkat. És akkor ezt beledobom, és meglátjuk, hogy mi történik. Remélhetőleg hasonlóan szépen fog lezajlani az oxidáció, mint eddig. Meg
ami a legfontosabb, hogy a gumibaci beleesik az olvadékba, mert mivel ragacsos, ezért bele szokott tapadni, a kémcsőbe is nem esik le. De lássuk, mi történik. Hát ez annyira heves volt ez a reakció, hogy kilőtte a gumimacit. Úgyhogy ezt megpróbálom megismételni. Hozok egy másik macit. Először csak fél gumimacit dobok bele, hogy hát ha az nem lövi ki. A fél gumimacival jobban ment a kísérlet. Megnézzük, hogy mi történik, hogyha még dobunk bele még egy fél gumimacit. Maradt még erő a káliumklorádban, és ilyen ibolyás színű, szép fehér fényt bocsát ki. Van egy kis ibolyás árnyalata, és ami benne marad, az vörös izzásba hozhatja a kémcsövet, azért nem olyan kis hőmérséklet alakult ki, bár az elején az olvadékot megmelegítettem, de nem olyan nagy hőmérséklet kell ahhoz, hogy a káliumklorát megolvadjék. És akkor zárásként még egy kísérletet hoznék. Ez egy olyan kísérlet, amit zárt térben annyira nem jó elvégezni. Ezt az állványt most már kifüstölögte magát, ezt elviszem. Hát, hogy aki közel ülne, az érezhetné ezt a keremes karamell illatot, ami a gumimaci oxidációjából származik, ugye ebben is van glükóz, és azt, hogyha egy kicsit megpörköljük, akkor lesz belőle karamell illat. No, most már itt vannak elhűlt dolgok, azokat odébb teszem. És akkor az utolsó kísérlet, amit hoztam, az nem más, mint az alumínium és a jód reakciója. Ezek sem reagálnak normál esetben, mert mind a kettő szilárd, viszont nagyon szeretnének alumínium jodiddá alakulni. És hogyha ezeknek is adunk közvetítő közeget, ami jelen esetben a víz lesz, akkor egy igen heves reakció fog végbe menni a jód és az alumínium között, és a reakciót kíséri még egy tekintélyes jódfelhő megjelenése, hiszen a jód a szublimálható vegyület, azaz ugye szilárd állapotból közvetlenül gázzá alakul, és a reakcióhő ezt meg is teszi, szublimál a jód, és nagyon szép ibolyaszínű felhő hagyja el az edényt. Ez az ibolya színű felhő azért annyira nem egészséges, ezért nem annyira jó zárt térben elvégezni, de itt majd utána kiszellőztetjük. Alumínium és jódnak ilyen esetben nincsen reakciója, még szilárdak, viszont amint megfelelő közeget biztosítunk, méghozzá vizet, ennek a felületén az alumínium és a jód képes találkozni, és elindul a reakció. Most egy ideig várni kell, majd hozok egy kis megvilágítást, az ibolya színű füst miatt még nem történik semmi, még nem találkozott elég alumínium és jód. Most már néhány buborékot fel lehet fedezni, de ez természetesen onnan még nem látszik. Itt az ibolya színű gőz, és hogyha lekapcsoljuk a lámpát, akkor szokott fény- és lángjelenség is
létrejönni, attól függően, hogy sikerült elég hevessé, így van, sikerült elég hevessé tenni a reakciót, nagyon szép fehér szikrák, narancssárga láng és ibolya színű gőz, és remélem, hogy a tűzjelző nem fogja úgy érzékelni, hogy tűz van. És végbe ment a reakció, alumínium jodid keletkezett, és fénylángjelenség mellett jódgőz hagyta el az edényt. Ennyit hoztam mára, remélem élvezetesek és látványosak voltak a kísérletek. Köszönöm mindenkinek, aki végignézte ezt a közvetítést. Köszönöm szépen Hertlen Károlynak, aki biztosította a technikai hátteret és a helyszínt, és további szép napot kívánok mindenkinek. Viszontlátásra!